Visszatér a politikába Vona Gábor, második reformkor néven alapít pártot korábbi alapítványából. Szövetségre azonban sem az ellenzékkel, sem a kormánypártokkal nem lépne. A stúdióban Vona Gábor. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok! Nyilván az ember nem kezdi, hogyha rögtön bejelenti a szövetségeseket, de ha már ezt emelte ki az én kolléganőm a bejelentésből, akkor azért azt rögtön megkérdezem, hogy egyedül viszont milyen sikereket remél a magyar politikában? Amit a párt egyedül, mert nem vagyok egyedül, hála Istennek, hanem itt ez egy erős közösség. Az európai parlamenti választáson én azt gondolom, hogy nem tűzhetünk ki más célt, mint hogy képviselőket küldünk az európai parlamentbe. Képviselőket? Rögtön többet? Meglátjuk. Az ugye azt jelenti, hogy nagyon jelentős támogatást kell összegyűjteni, minimum 7-8% ahhoz, hogy kettőről beszélhessen. Nincs az a matek, ami alatta megengedi ezt. Tehát így számol? Nagyon előre szaladunk, én tudom, de akkor maradjunk ki. Tudom, hogy ez egy nagyon politikus válasz lesz, de most elsősorban nem számolgatunk. Most ami a mi szemeink előtt lebeg az az, hogy ezt a szervezetet, ezt a közösséget országosan felállítsuk, megmutassuk a programunkat, megmutassuk az arcainkat. Mekkora ez a közösség? Hát azok, akik már úgymond tagszinten jelen vannak, az körülbelül 100 fő. És akkor van még körülbelül ugyanennyi, akik ilyen holdudvarként, vagy aktivistaként, vagy segítőként velünk vannak, és tudtak a terveinkről már. Tehát ennyien indulunk el. A megnézve a weboldalukat, azt tűnt fel, hogy ennyi alelnöke nagyobb pártoknak sincsen, mint amennyi ennek a frissen alakuló kispártnak. Hát igen. Ez azt is jelenti, hogy ennyien vannak, akik, ez most csúnya lesz, én tudom, pozíciót akarnak egy induló pártban? Pozícióosztás is van rögtön? Csináltunk egy alapszabályt, és imád az alapszabályt az ember úgy írja, hogy az 10-20 év múlva is lehetőség szerint álljon, vagy működjön. És abban az alapszabályban az szerepel, hogy 6 alelnöke van a pártnak, ezért van 6 alelnök. Jó, amikor erről beszéltünk, így döntöttünk, nincs benne semmilyen számmisztika. Egyébként, ha megnézzük az országos pártokat, ugye nekem van tapasztalatom már pártvezetésben, körülbelül ez az a szám, ami szokott lenni egy elnökségnek a létszáma. Tehát ez nem, nincs sem alatta, sem felette. Na nézzük, hogy mi lesz ez a párt. Mit tud a második reformkor alapítvány pártja? Hú, ez most egyből akkor nagyon fontos, hogy nem az alapítvány pártja, és nem is az alapítvány alakul pártá. Alapítvány jogilag nem is alakulhatna pártá. 2023 elejétől már volt egy bejegyzett, a bíróságon bejegyzett második reformkor egyesület, és ez az egyesület fog pártá alakulni. Ugye a párt is lényegében jogi értelemben egyesület, csak többlet kötelezettségei vannak, meg választásokon indul, de ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni, sajtóban is voltak ez ügyben félreértések. És hát a nevünk az lesz, hogy Másik Reformkor párt, de a Másik Reformkor címet fogjuk használni, vagy nevet fogjuk használni, és van egy kis rövidítésünk is, 2RK. Ezek így a fő információk, igen. Viszont a mit tud, mire készül, mire alakult, ez ettől még egy érvényes kérdés. Abszolút, persze. Nyilván, hogyha még egyel több pártot akartunk volna létrehozni, akkor nem csináljuk meg. Tehát valószínűleg kellett, hogy legyen ennek a pártnak valami olyan mondani valója, ami megkülönböztet bennünket a többi pártól. Ez már önmagában a nevünk egyébként. Tehát a nevünk az nekünk egyben egy jövőkép is. És lehet, hogy ez ilyen szómágiának tűnik, de én azt hiszem, hogy ma Magyarországon nem a jobb és baloldal között van a valódi törésvonal, vagy nem Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között, hanem a törzsi mentalitás, a politikát eluraló törzsi viszálykodás, és a között, ami e fölé tud emelkedni, és mi erre az oldalra szeretnénk állni. Ennek a politikai szemléletét szeretnénk a magyar közéletben megjeleníteni, ami azt jelenti, hogy mi a közös pontokat, a közös ügyeket, a közös gondolkodást keressük, a kompromisszumot. Tudom, hogy ez ilyen rég nem hallott szó, kompromisszum. Tehát például ez is egy fontos eleme a mi politikának. Akkor az azt is jelenti, hogy akár kiegyezni mindkét oldalról is? Az ügyeink mentén bárkivel hajlandóak vagyunk együttműködni. Lesznek ügyeink, ezeket egy szombaton egy zászlóbontó rendezvényen ismertetni fogjuk. Egyébként a honlapunkon a 2rk.hu.oldalon, akik már nagyon kíváncsiak, megtalálják őket. És ezeken az ügyeken belül bárkivel, párttal, civil szervezettel, érdekvédelmi szervezettel, bárkivel hajlandóak vagyunk együttműködni, de mint politikai párt szövetségre nem készülünk senkivel. Tehát ezt hangsúlyoztam is a bejelentő videóban, önállóan szeretnénk megméretni magunkat. Furcsa az élet, ezen a héten járt itt egy másik volt jobbikos pártelnök, Jakab Péter bejelenteni, hogy pártá alakult az ő szervezete is. Most itt van ön is, mint volt jobbikos pártelnök. Tehát, mintha azt éreznék, hogy maga a Jobbik, ami az egykori bölcsője volt az önök politikusi karrierjének, az gyengült volna annyira meg, hogy erre rá lehet repülni. Van egy ilyen olvasata is biztos.
én annyiból definiálnám ezt újra, hogy sokan nem hitték el nekem annak idén, hogy Jobbik egy néppárt, és ezek szerint tényleg az volt, mert annyi párt alakult már belőle, hogy tényleg én sem tudom megszámolni, de a másik reformkor nem a Jobbik utód pártja. Nyilván én nem is tudom... számít első blikre azokra, akik mondjuk Hajdanában azt a 20%-ot adták ki, amikor ön pártelnök volt, és a Jobbikot ők támogatták? Nem. Ha megnézi a szerkesztő úr, vagy a kedves nézők, megnézik a honlapunkat és megnézik a vezetőket, akkor azt fogják találni, hogy új arcok vannak, és ez az egész pártra jellemző, új arcokat szeretnénk a közéletbe behozni. Egyébként a tagjainknak egy jelentős része fiatal, 20-30 éves fiatalok, nagyon lelkesek, ami engem nagyon nagy erővel tölt el. Úgyhogy próbálok minél többet tenni azért, hogy ez a fiatal politikai közösség elérje azokat a célokat, amit maga elé kitűzött. Az ebben a vágyban, hogy egy másik közönséget neveljen fel ennek a pártnak, mint ami a sajátja volt Hajdanában, nem zavaró, hogy most is azok követik jelentős részt nyilván a politikusi oldalát, a nyilvános oldalát, akik Hajdanában csatlakoztak önhöz, mint jobbikos politikushoz? Hát a választók között mi nem fogunk válogatni. Az a program és azok az ügyek, amiket leteszünk az asztalra, az oldaltól meg ideológiától függetlenül azt hiszem, hogy mindenkinek megszólító erővel bírhat. Az egy más kérdés, hogy nem feltétlenül szeretném a párt, és most itt a pártról beszélek, és nem a szavazókról, a párt személyzeti politikáját volt jobbikosokra alapozni. A múlt ennek ellenére kísérteni fog nyilván. Ezzel együtt kell élni. Ezt megbeszéltük mi házon belül. Nyilván én tisztában vagyok vele, hogy a múltat majd sokan és sokféle módon fogják előhozni, de alapvetően nem a múlttal szeretnénk foglalkozni, én sem, nem is akarom a múltat megnyerni, hanem a jelennel és a jövővel. Hát a múltat nehéz is lenne megnyerni. De hát pedig ez zajlik az országban. Iráni, török, orosz kapcsolatok, amikor ön volt a pártelnök, volt itt Magyar Gárda, betyársereg, volt itt minden. Ezeket mindet a háta mögött hagyta egyszer és mindenkorra? Tehát ezzel a párttal, ezzel az új párttal, ezek nem jönnek elő? Hát ezt már én jó pár éve magam mögött hagytam. Tehát a Jobbik néppártosodásával magam mögött hagytam ezeket, amiket itt a szerkesztő úr felsorolt. És utána, amikor 2018-ban kiléptem a pártpolitikából, akkor is a nyilvánosság előtt folytattam a közéleti szerepléseimet. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy bárki, aki követett az elmúlt években, láthatta, hogy körülbelül mire lehet számítani, mi a másik reformkornak az eszmeisége, mi az a reformkoriság, mi így hívjuk a magunk politikai szemléletét, hogy reformkoriság, mert hogy a másik középkor helyett másik reformkort szeretnénk. Szóval mindenki nyugodtan meg tudja nézni, vagy nyomon tudta követni, és hát ami nagyon fontos, én megértem azt, és ez természetes, hogy ezek az első napok arról szólnak, hogy Vona Gábor visszatért, de az elkövetkezendő hetekben, hónapokban bizonyítani fogjuk, hogy itt nem erről van szó, vagy nem csupán erről van szó, hogy én visszatértem, hanem hogy egy új alternatíva jelent meg a magyar közéletben. Van más szlogenjük? Van. Az például, hogy a másik középkor helyett másik reformkor kell, szerintem egy egész jó szlogen, de a zászlóbontó kongresszusnak az lesz a szlogenje, hogy élni és élni hagyni. Jó, hát ezzel majd barátkozunk, megismerjük. Önkormányzati választás, hogy készülnek, indulnak, indítanak? Mi vagyunk az a párt, amelyik pártként is azt képviseli, hogy pártoknak nem lenne helye az önkormányzatokban. Az önkormányzatokat meg kellene hagyni a helyi civil szervezeteknek. Ezt mondja a Jobbik is. Hát én meg már jó pár éve, és ezt egyébként a másik reformkor alapítvány vetette föl, először a magyar közéletben, hivatalosan is. Úgyhogy természetesen pártként sem fogunk ezen változtatni, nem fogunk indulni az önkormányzati választáson. Mindenféle erkölcsi támogatást, amit tudunk, megadunk olyan civil szervezeteknek, akik helyi érdekeket képviselnek, helyi szervezetek, de nekünk az európai parlamenti választáson lesz a fókusz. A második reformkor párt elnöke Vona Gábor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.